kedves nézőink, Advent idején című műsorunk harmadik adását látják, melyben a karácsonyról és az ünnepeket megelőző várakozás időszakáról beszélgetünk vendégeinkkel. Mai beszélgetőtársaim Urik Teodóra, Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész, dr. Hoppá Péter, Pécs és térsége országgyűlési képviselője, miniszteri biztos, és Tillai Aurél, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karnagy. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Mi az adventi időszak és a karácsony legfontosabb üzenete az önök számára, képviselő úr? Manapság az adventet és a karácsonyt úgy közelítjük meg, hogy szinte belezuhanunk az ünnepbe, és a hétköznapi rohanásaink fényében talán kevéssé sikerül a lényegre koncentrálnunk. Ezt a bennünket körülvevő világ még ráadásul erre rá is erősít, erre a rohanásra, sőt, a sok-sok reklám, ami szembe jön velünk, az minthogyha az üzeneteiben azt erősítené, hogy a legjobb ajándékot, a legszebb ajándékot, a legdrágább ajándékot, és vedd el, valósítsd meg önmagad. Miközben szerintem az ünnep az valahol részben belül játszódik le, részben pedig a legkisebb kis közösségünkben, a szeretteinkkel, tehát természetesen sok-sok üzleti esemény, vacsora, gála események, koncertek vannak az ünnepet megelőzően, de azért az igazi az, amikor becsukjuk otthon az ajtót, kikapcsoljuk a mobiltelefont, eldugjuk a TV tájvérányítóját a gyerekek erről, és leülünk beszélgetni, esetleg énekelni, gyertyát gyújtani, és aztán valami csoda megtörténik a nappalinkban és a saját szűke pátriánkban. Szerintem ez az ünnepnek a legfontosabb és legmélyebb átélési értelme a karácsony alkalmával a mi életünkben, úgyhogy így kellene megpróbálnunk odaérkezni a karácsony falá és Jézus születése előtt egy kicsikét elmélyültebben adózni és ünnepelni. Művésznőnek mennyire van lehetősége kilépni a mindennapok mókus kerekéből, egy kicsit elmélkedni, elmélyülni és megélni a várakozás időszakát? Hát nagyon egyetértek Péterrel, amit ő mesélt, ebben a hétköznapi rohanásban borzasztóan nehéz a mókuskerékből kiszabadulni, és igazából átélni ezt a csodálatos lehetőséget, a csönd, a béke, a meghittség, és valamilyen fajta visszavonulás és csöndbe levés lehetőségét, mert ez a fajta hitkultúra igazából már szinte lehetetlen a mai életünkben. És nagyon nagy szükségünk lenne erre, hogy egy kicsit megfogjuk egymás kezét, kicsit elmélyüljünk, kicsit csöndbe legyünk. Én legfontosabbnak itt a csöndet és a valamilyen fajta önvizsgálatot, valamilyen fajta elengedést, a megbocsátástól kezdve mindenféle dolgot úgy gondolom, hogy meg kéne tenni. Engem nagyon-nagyon felkavart ez a mai műsor, mert úgy visszagondoltam a gyerekkoromra és erre a fajta adventi készülődésre, ami nekem az 50-es évek cseperedő rákosi éres kislánynak teljesen ismeretlen volt, nem ismertük a szót se szinte, tehát annyira végiggondolásként ért engem ez az egész, hogy voltak olyan időszakok, hogy karácsonyfánk se volt, tehát így öregedően tudok ebbe az egész dologba jól belekapcsolódni, hogy tényleg szükségünk van visszavonulásra és csöndre. Tanár úr egy interjúban azt nyilatkozta, hogy Isten kegyelméből lett muzsikus, és hite végigkísérte a nehézségek és az örömök között is. Egy mélyen hívő ember számára mit jelent az advent és karácsony időszaka? Az adventus latin szóból származik ez az advent szó, ami megérkezést, eljövetelt jelent, és valóban itt alapjában véve ugye Krisztus születéséről kell elmélkednünk, és hát az élet forgataga tényleg elvon bennünket az igazi céltól, hogy ezt a kérdést magunkévá tegyük, hogy mi is várakozzunk, és Jézus hozzánk való eljövetelén gondolkodjunk, hogy azt éljük meg. Kisgyermek természetesen másképpen, mint a felnőtt, és az én életem ilyen szempontból ugye három korszakra tagolódik, a gyermek és diákkorom, ami még felhőtlen karácsonyi ünnepeket jelentett, aztán volt az a korszak, ugye, amikor karácsony másnapját áttették május 1-e után
ami éppen vasárnap esett, tehát úgy vontak el valamit, hogy nem is adták meg máshol, és hát a lehetőség ma arra, hogy ismét az adventet annak érezzük, és annak tudjuk, amit valójában jelent. Képviselő úrnak gyerekkorában hogyan teltek a karácsonyok, hogy emlékszik vissza? Ó, hát mindannyiunknak megszépülnek a gyerekkori karácsonyok, de én is úgy emlékszem, mint a legtöbben, hogy sokszor volt havas-téli estékkel kísért karácsonyunk. Statisztikailag valószínűleg nem így van, de az emlékekben ez így jelenik meg. Nekem megadatott gyermekkoromban az a különleges lehetőség, hogy én kicsit ilyen három éltű gyermek voltam, részben egy kisvárosi iskolázottság, Pápán töltöttem az iskolás időszakomat, részben egy fővárosi, budapesti családi kötődés, illetve egy kis települési, egy bakonyaljai, kisfalusi kötődés is volt az életemben, nagyapám lelkipásztor, református lelkész nagyapám révén. Mind a háromban volt valami egészen különleges, önálló szín, tehát a főváros már akkor is csillogó karácsonyi díszbe öltözött a 70-es években, én ekkor voltam gyermek. A kisváros szintjén még megvoltak azok a polgári szokások, amelyek ezt az elcsendesedést az adventi időszakban kellőképpen feltárták. Akkoriban jött divatba, egyébként Erdélyből érkezett ez a adventi koszorús szokás. Én úgy tudtam, hogy azt megelőzően Magyarországon ennek nem volt hagyomány. Egyébként ez egy luteránus evangélikus német kezdeményezés maga az adventi koszorú, talán 200 esztendős. És nagyon szép dolog, hogy egyenként hetente, hétről hétre egy-egy újabb gyertyát meggyújtunk. Ezt nekem gyerekkoromban volt az első ilyen élményem, és a legszebb kötődések, a legszebb élmények, azok kétség kívül a falusi karácsonyhoz kötődnek, amikor valóban hóban, valóban telt szívvel, tele várakozással mentünk. Az egész falu népe a templomban, ment a pártitkár is, meg a tanácselnök is, és a gyerekei ott szavaltak velünk, és énekeltek. Tehát normális, egy abnormális világban normális napokat töltöttünk a karácsony körül. Most felnőttként és kicsit így édesapaként is, meg nyilván a politika realitásait szemléve azt szoktam mondani, hogyha szenteste vagy december 25-én egy kézzeli közvéleménykutatást tartanánk, és felhívnánk mindenkit telefonon Magyarországon megkérdezni, hogy az ő számára fontosak-e a keresztény értékek és a saját élete és családi élete szempontjából, ezt zsinórmértékként tartja a számon, biztos vagyok benne, hogy 98%-os helyeslő és igenlő válaszokat kapnánk, míg fél év múlva valószínűleg nyár közepén azt mondanánk, hogy fontosabb a strand vagy más egyebek, és a gyarapodás, meg a konzum, ugye, de ilyenkor a lelkünk megnyílik, és azt hiszem, hogy tényleg össze tudunk kapaszkodni egész nemzetként, és a gyermekkori élményeket kívánjuk a mi gyerekeinknek is továbbadni. Hiába, hogy itt vannak a mobil eszközök, és ott az internet két kattintásra, és kitágult a világ, a nappalinkban tényleg 150 tévécsatorna, mégis a gyermekünknek azt kívánjuk adni, hogy a karácsony üzenete, a szeretet, valóban Krisztus eljövetelének az átélése, a gyertyák meggyújtása és az ajándékozás, ami egy szimbólum, hiszen azzal, hogy a Teremtőisten megajándékozta a megváltóval az emberiséget, így megajándékozunk mi szülők a gyermekeinket a karácsonyi fa alatt. Tehát ennek a szimbólumának az átélése, azt hiszem, hogy ha ügyesek vagyunk és oda figyelünk, akkor a gyermekeink körében ez széppé válik, és az a fontos, hogy majd ők az ő gyerekeiknek is ezt tovább tudják adni. Művésznő, aktív balettáncosként gondolom az ünnepek és a karácsony alárendelődött a színházi előadásoknak, a próbáknak. Mennyire élte ezt meg nehezen, és a családja? Igazából anyámmal éltünk ketten, tehát nem volt igazi családunk, és 8 éves koromtól a balettintézetnek voltam a növendéke, és bizony a Diótörő az karácsonykor ment mindig, és a Diótörő című balettbe karácsonyoztunk rendszeresen, és hát nagyon igaz, amit mondott ez a sorrend átállítás, hogy ezek a bizonyos dolgok és előadások, ezek átírták mindig a naptárt. És így éltünk, ezt éltük, és ezt megszoktuk és elfogadtuk,
és hogyha az egyik karácsonykor azt mondta az én színész fiam, hogy anya, nem tudok lejönni, mert nem tudom, mi dolgom van, akkor azt mondtam, hogy föl vagy mentve a családi karácsony alól. Hát van ilyen élet is. Tanár úrnak volt-e valamilyen különleges karácsonyhoz fűződő élménye, emléke, akár valamilyen különleges ajándék? Hát sok szép élményem volt, és azon igyekszünk családilag, hogy a gyermekeinknek hajdanában, és most az unokáinknak is olyan meghittés, kedvessé tegyük a karácsonyt, mint amilyen nekünk volt annak idején. Volt persze olyan esemény is, ami nagyon megzavart éppen karácsony este, hadd mondjam el ezt a műsor élénkítése szempontjából. Karácsonyi ajándékként egy könyvet kaptam, amelynek az volt a cím, hogy Minden nap egy mese. Második elemista voltam, és hát mindjárt odaültem a karácsonyfa alá, és elkezdtem lapozgatni a tartalomjegyzéket, és hát melyik napot keresi meg az ember ilyenkor, mint a karácsony estét. És kezdem olvasni, hogy anya és apa díszítik a karácsonyfát. Ez volt az első mondat. És meg kell mondanom, hogy ez nagyon szíven ütött, akkor tudtam meg tulajdonképpen, hogy hát ez a Krisztus várakozás, ez ilyen olyan családi ünnepé vált abban az egy esetben, ami éppen csalódást okozott, és akkor egyéb játékoknak sem tudtam annyira örülni. Hát ezért gondolom, hogy minden szülőnek egy kicsit törődnie kell azzal, hogy mit ad ajándékot a gyermekeinek, de hát meg vagyunk tévesztve mindannyian, mert sokszor nem tudjuk, hogy mi az, amit kézbe veszünk, vagy kézbe adunk. Természetesen ma annak örülünk leginkább, amikor látjuk az unokákban a csillogó szemet és a meglepetést, azt az egészen fantasztikus élményt, ami őket átjárja, és akkor, mikor együtt énekelünk, akkor ez az egész családot boldogsággal tölti el. Képviselő úrnak volt ilyen különleges karácsonyi ajándéka, vagy karácsonyi élménye? Igen, vissza tudok idézni a falusi karácsonyokból egy olyan alkalmat, amikor talán még óvodáskorú gyermek lehettem, és nagy sürgés forgás volt ott 24-én az ottani parókián, a nagyapáméknál, és hát ugye bement az egész falu népe, ahogy említettem, mint ahogy a Reményik Sándor és más költők verseiben ez olyan szépen le van festve. Ady Endre Két karácsony című verset is írt, és azokban is nagyon mélyen átélve gyermekkorának élményeit hozza. Én ezekkel nagyon azonosulok, mert hasonlóképpen éltem meg ezeket a gyerekkori karácsonyokat, mint maga Ady. És arra nagyon emlékszem, hogy valami miatt engem onnan abból a szobából, amelyik egyúttal a fogadószoba is volt, a vendégek miatt hirtelen kitessékelt édesanyám, hogy ne menj be oda, ne zavard őket! És amikor a kitessékelésnek nem az volt az apropója, utólag összerakom a mozaikokat, hogy én ott bárkit zavarnék, hanem akkor ott már díszítették a fát, és én tehát ahogy beléptem a szobába, és rémülten rám néztek a felnőttek, és azonnal menjünk, nem elterreltek engem onnan, ahogy fordultam, utána morfondíroztam rajta, hogy ott a sarokban nem szokott ilyen sötét lenni, valami, de nem emlékeztem, hogy korábbi években is ott volt a karácsonyfa. És aztán persze, amikor 2 óra múlva beléptünk, és ragyogott minden, és elkezdtünk együtt énekelni, hát akkor ezt egy varázslatnak gondoltam, és hogy tényleg itt az angyalok nagyon aktív jelenlétét tapasztalhatjuk meg, hogy itt nem volt semmi, én ott voltam benne a szobában, és ott csak egy árnyék volt, én jól láttam volna, ha ott van, és most pedig itt a fa. Tehát valóban ezt a misztériumot, ezt kisgyermekként akkor nagyon átéltem. Úgy emlékeztem, mintha nem lett volna ott semmi. És egyszer pedig még egy ilyen emlék, ugyanehhez kötődően áramszünet volt akkor a faluban, ez gyermekkorunkban még napi valóság volt, és az áramszünet idején a nagybátyámmal a belső szobában a fotelben ültünk, és énekeltünk karácsonyi énekeket teljesen sötétben. És utána valószínűleg én játszottam, amikor visszajött a fény, de előtte, hogy bementem a másik szobán keresztül ebbe a szobába, hogy sokáig óránként keresztül énekeltünk karácsonyi énekeket, nem
tudhattam, hogy közben feldíszítették, nem tudom, zseblámpával, vagy valahogy a karácsonyfát, és amikor kimentünk, újra varázslatot éltem meg abban az évben is, hogy lám, hát most jöttem be itt, és még nem volt karácsonyfa. Énekelünk egy kicsit, kimegyünk, és már ott a karácsonyfa. Hát fantasztikus, hogy Jézuska, ez milyen kreatív. Művésznőnek melyik volt a legkülönlegesebb karácsonya? Hát most én nem tudok ilyen szépeket elővarázsolni, mint Péter. Arra emlékszem, mikor édesanyámmal leültünk, és ő elmesélte nekem tárgyilagosan, hogy hát el kell mondjak neked egy titkot, hát nem a Jézuska hozza a karácsonyfát, és akkor tudom, hogy picit csalódtam. Az volt a lényeg, hogy akkor még legyen karácsonyfa, tulajdonképpen anyuka is hozhatja, csak legyen karácsonyfa, de ilyen különösebb varázslatos dologra igazából nem emlékszem, mert tényleg ott volt az a diótörő dolog minden évben, tehát ahogy cseperedtünk 8 éves kortól 18-ig, minden évben különböző szerepekbe belekeveredtünk, hol egerek voltunk, hol szaloncukrok, hol kislányok, hol katonák, hol nem tudom micsodák, tehát az életünk egy hatalmas nagy színpadon egy égigérő karácsonyfa alatt történt, utána hazamentünk és pihentünk, úgyhogy ezek voltak a csodálatos karácsonyi igazi élmények. Képviselő úréknál milyen a családi munka megosztás a karácsonyi készülődés során? Jelenleg az a helyzet, hogy mi nagyon ragaszkodunk ahhoz, hogy minden adventi vasárnap este együtt legyünk, tehát apa, anya, három gyermek, és én nekem ilyen családfői feladatom, hogy olyankor vasárnap este már úgy, hogy megfürödtek a gyerekek, tehát készek van, pizsamában vannak, és akkor tényleg egy rövid szakaszt a Bibliából felolvasok, és utána énekelünk, tehát adventi énekeket énekelünk 4 héten keresztül vasárnap esténként, tehát mi ezt bevezettük a feleségemmel. Gyerekkorunkban meg a mi cseperedésünk idején ez nem volt szokás otthon, de mi ezt tudatosan a gyerekekkel, amikor kicsik voltak, akkor elkezdtük, és aztán most már, hogy felnövekedtek, most már felnőtt lett a legnagyobb gyermek a háromból, ezt tartjuk most is. Tehát minden vasárnap este egy kicsikét tényleg odafigyelünk, elcsendesedünk, gyertyát meggyújtjuk, mindig a legkisebb gyújtja meg az újabb gyertyát, és akkor tényleg van egy kis közös éneklés. És akkor így már úgy érkezünk oda 4 vasárnap után a karácsony estéhez, hogy ez már egy, hogy mondjam, egy kis relaxáció, egy kis előkészülődés a rohanások közben, és akkor az már magától értetődő, hogy a fa alatt tényleg közös éneklés van, és azt a bibliai szakaszt, amit a világon mindenhol ugye olvasnak, és ilyenkor mindenhol idézetekben látjuk, még a bevásárlóközpontban is néhány szavát, ezt a Lukács evangélium a második rész, a Krisztus születése történetet, azt a régi öreg családi bibliából felolvassuk, tehát hogy akkor tényleg kicsit az időt kizárjuk, hogy nem kell annyira rohanni, majd odaérünk, amikor ki kell bontani azokat az ajándékokat, és kicsit hosszabbítjuk ezt az időt, miért megtámadná minden gyerek a fát, és majd nem feldőlne az ajándékokért. Van ennek egy nagyon, nagyon sok szempontból nagyon fontos lelki nevelő hatása. Melyek azok a dallamok, amelyek leginkább segítik tanár urat a karácsonyra az ünnepre hangolódásban? Hát mi is csatlakozva Péterhez, mi is énekléssel szoktuk a karácsonyi ünnepét, a házi ünnepét elkezdeni, illetve nálunk is szokás az, hogy a karácsony történt valamelyik kis részletét a legfiatalabb felolvassa, de még ezt megelőzőleg, bocsánat akkor, hogy nem az éneklésről beszélek, hogy ugye az apa feladata, az én feladatom az, hogy a gyermekeket elvigyem a városba. Aztán volt olyan, hogy a Széchenyi téren a Szent Háromság szobor körül futóversenyt rendezett a két gyerek egymással, míg az anyuka földíszítette a karácsonyfát. Aztán valamelyik szobában történik a gyülekezés ilyenkor. Én vagyok, aki a másik szobában csöngetek, mint angyal, és akkor a berohanó társasággal szemben odaérkezve én is az áhítatnak és a csodálkozásnak a pillanatait hát adom elő, de egyben át is élem. És akkor hát a család énekelni szokott. Amikor még ugye én voltam gyermek, akkor édesanyám, akinek nagyon szép hangja volt, ő vitte a prímet, édesapám pedig ilyen rögtönző kísérletet énekelt hozzá, ma pedig hát úgy van, hogy én zongorázom, és akkor az egész család énekel.
hát ezek ugye a szokásos katolikus és protestáns énekek eléggé vegyítve, mert hiszen mindegyik ugyanarról a témáról beszél, és hát ugyanazt az örömöt fejezi ki. Aztán hát előfordul az is mostanában talán kevésbé, mert inkább a család énekeljen ilyenkor is, ne a nagy zeneszerzők művei szólaljanak meg, de természetesen már esetleg volt olyan, hogy a szobába belépve Bach karácsonyi oratóriumából szólalt meg valamelyik részlet, vagy éppen egy brandenburgi verseny, ami ezt a hangulatot fel tudta idézni. Hogyan zajlik önöknél a családi ünnepség? Most ebben az évben nem a gyerekeink fognak hozzánk jönni, hanem mi utazunk a gyerekekhez. Lányomékhoz utazunk, ahol babavárás van. És aztán utazunk Pestre a fiamhoz, akinek éppen előadása van előző este, tehát most akkor mi leszünk az utazó nagykövetek ez ügyben, és akkor a férjemmel ketten fogjuk a mi kis karácsonyunkat ünnepelni igazából. Képviselő úréknál milyen családi rituálé van, ami kifejezetten az önök családjára jellemző? Köszönöm a kérdését. Most közhírré teszek egy lehetőséget a kisgyerekes családok számára. Mi azt találtuk ki a feleségemmel, ez ma már nincs így, mert a gyermekek nagyobbak és segítenek már a fadíszítésben, de amikor kicsik voltak, akkor megvallom, hogy mi 23-án éjszaka, amikor már mint a tej aludt minden gyerek, akkor mi éjjel kettesben földíszítettük a fát. Ugyanis nem akartam, tehát én is mindig elmentem a gyerekekkel, tudom én a városba, meg megnézni a Széchenyi tér, mindenki karácsonyfáját, és mire hazaértünk, addigra ugye minden terített asztal készen volt. Tehát a feleségemnek éppen nagy terhe van, hogy süt, főz, tehát készíti a karácsonyi asztalt, meg az ajándékokat oda hordja a fa alá, amikor elmegyünk a városba. Nem akartam, hogy még a fadíszítés is rájusson, úgyhogy mi előző éjszaka feldíszítettük mindig a fát, és reggel többször videóra is vettem, ahogy ébredeznek reggel 7 óra, fél 8 környékén, és ahogy pizsomába kijönnek, és akkor ugye égnek a fények a karácsony, és az első öröm, az első fantasztikus gyermeki csodálkozás az a fa megérkezése, és hát a fát mindig az angyalok hozták, és a este pedig az ajándékokat a Jézuska hozta, úgyhogy így kétszeres örömmé tudtuk varázsolni ezt a 24-i napot. Nagyon, nagyon bejött nálunk ez az eljárás. Ma már a gyerekek segítenek díszíteni, így a feleségemre kevesebb teher hárul, de kétségkívül a sütésfőzés az egy nagyon komoly újabb rituálé, amiben már a gyermekek is segítkeznek, és akkor tényleg a karácsonyi asztal az olyan, mint semmikor máskor, tehát akkor a legszebb zsolnai készlet van az asztalon, akkor a legjobb borokat tálalja apa, és anya pedig igyekszik a legszebb asztalra valókat tenni, és valamelyik nagyszülő is velünk szokott lenni, ilyenkor a távolból elhozzuk őket magunkhoz. Igen. Melyek a család kedvenc ételei? Jaj, hát mindenkinek más, úgyhogy ez elég nehéz kialakítani a karácsonyi menüt, de mindig van egy legkisebb közös többszörös, ami mindenki számára kedvenc. Tanár úréknál mi kerül az asztalra szenteste? Hát halat elég ritkán eszünk, hát szenteste nem, de karácsony első napján az gyakori dolog, hogy hal van ebédre. De hát inkább a feleségem tudna válaszolni, hogy mi, mert én a fogyasztók közé tartozom, nem az előállítók közé. Művésznő családjában hogy osztják meg az ételek elkészítését? Hát én csinálom, úgy osztjuk meg. És van egy ilyen anyámtól örökölt tojássaláta, amit mindig minden évben megcsinálok, és csodálatosan finom, és halpártiak vagyunk nagyon erősen. Hát nem vagyunk nagy evők, de a hal az nálunk mindig nagyon sikeres. A hal és a beigli. A fehérból. És a beigli. Beigli, hal, fehérból. Tehát ilyenkor azt szokták mondani, hogy az elegáns karácsonyi asztalra kerüljön tokai bor, hogy száraz, gyönyörű tokai tételeket mindig be szoktam hűteni, be szoktam készíteni, és persze, amikor már előre halad a menü, akkor azért valami nagy villányi is oda kerülhet a tokai után. Én különösen figyelek a bor és az étel összhangjára. A beigli nagyon fontos. Nálunk a férjem süti a beiglit, ez fantasztikus. Ezt ne hangoztasd, kérlek, hogy nem. Jó, csak azt ő csinálja. Nem lennénk ilyen ügyesek, mi a tanár úr. Közeledik az év vége, ez a számvetés időszaka. Mik a következő esztendő legfontosabb célkitűzései? Tovább kell haladni az idei év eredményeit, tovább kell építeni.
Nyilvánvalóan a családi körben az új feladatok elé kell tekinteni, a gyermekek éppen aktuális kihívásait segítenünk kell. Nálunk most az első érettségiző van a családban, illetve a legkisebb most fog konfirmálni az utolsó a sorban, tehát így cseperednek a gyerekek. Természetesen az otthonunk, a környezetünk éppen aktuális előrehaladása is fontos, hogy előre tervezetten történjen. A tavalyi évben, vagy az idei évben pontosabban átéltük lakva lakás kifestését, tehát az egy borzalmas 5-6 évenként megtörténő esemény, úgyhogy most majd másfajta feladatok elé nézünk, tehát meg kell terveznünk az év elején. Az olyan jó gondolkodni rajta, hogy ilyen idénre mit vállal a család, és akkor emellett természetesen a munka frontján pedig pihenés nem nagyon adatik, mert már január első napjaiban mi szoktunk egy számvetést tartani. Az én parlamenti választókerületem Pécs és Komló és számos kisebb településből áll, és ezekben ilyenkor évelején áttekintjük a sajtó előtt, hogy milyen eredmények születtek az előző esztendőben, és az azért jó ez a számvetés, mert akkor ezeket az eredményeket már tovább fogjuk tudni fűzni, és most olyan szép örvendetes hírek érkeztek az év végére Pécs fejlődése kapcsán, és a térség megerősödése kapcsán, hogy jó reménységgel vagyunk, hogy a jövő esztendőben erre is tovább tudunk építkezni. Művésznő mennyire szokott ilyenkor visszatekinteni az eltelt évre, és készít-e számvetést? Hát tulajdonképpen nálunk nagyon érdekes módon, ha most a babavárás az nagyon fontos, és a munkában pedig igazából, hát mi nem évet zárunk, hanem évad felénél tartunk, és ennek a fél évadnak a számvetését tudom nagyon jól elkönyvelni, mert az önállósodásunk, Péter, amiben nagyon sokat segítettél, csodálatos lehetőségeket hozott, a Pécsi Balett hihetetlen mennyiségű felkérést kapott, szinte alig tudjuk teljesíteni, és csodálatos lehetőségek és munkák várnak ránk az évad következő részében is, és a számvetésünk azt igazolja, hogy jó úton haladunk, és kitartás szükséges továbbiakban is. Tanár úr, mit kívánna magának és szeretteinek a következő esztendőre? Hát, időskorom ellenére is azt kívánnám igazából, hogy azt folytatódjék, azt tehessem, amit eddig tettem, és hát csodálatos ajándék a sorsnak, vagy így is mondhatnám, hogy hajdani növendékeimnek a jóvoltából folytathatom is, részben az egyetemen még kicsit oktathatok, másrészt pedig hát a Pécsi Kamarakorust vezethetem tovább, amelyben hát volt hallgatók is vannak, és hát olyan nálam fiatalabbak, akik hát üdítőbbé, kedvesebbé, élvezetesebbé teszik az életemet, van program és van kiknek valamit nyújtanom még. Hát ezek közé tartozik az, hogy az elmúlt időszakban volt az adventi hangversenyünk, és hát hamarosan 60 éves jubilomát ünnepli a Pécsi Kamarakórus, erre készülünk. És hát van egy ilyen elképzelésem, hogy egy nemi kari műveimből egy kötetet állítottam össze, és hát ennek a megjelenése lenne egy nagy öröm számomra. Egyelőre az anyagiak hiányoznak hozzá, de remélem, hogy majd létrejön. Sok sikert kívánunk. Köszönöm ehhez. Szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést, és végezetül megkérem művésznőt, hogy gyújtsa meg a harmadik gyertyát a koszorún. Megpróbálkozom. Rafináltan készítettem elő a... Igen, gyerekkorokban adni a törőben is ezt csináltam. Ne, ott nem szabadott így valódi gyertyizével. Sikert. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy velünk tartottak advent harmadik vasárnapján. Jövő héten is várjuk Önöket, hogy együtt gyűjtsük meg az adventi koszorún a negyedik gyertyát. Viszontlátásra! A műsor dekorációs partnere a Vendula Virág.